Az intézet szerteágazó munkát végez a sport minden területén. Figyelemmel kíséri a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek fizikai képességeit, valamint ellenőrzi az élsportolók képzését. Az intézet munkájának része a sportolók szakmai tanácsadása és egyben kutatási és fejlesztési tevékenységeket végez. Zavod je za 7 decenija postojanja razvio strategiju koja je usmerena ka sveobuhvatnom razvoju sporta i promociji fizičke aktivnosti. Razvojem samog zavoda, unapređenjem programa i mnogim inicijativama, mladi sportisti dobili su priliku za obuku i razvoj svojih talenata, a sportske organizacije i klubovi su podržani u ostvarivanju svojih ciljeva. Szerbia felismeri a sport fontosságát, így annak támogatása is garantált, hangzott el az eseményen. Ministarstvo sporta Srbije, država Srbija, prepoznaje sport kao veoma, veoma važnu delatnost u našem društvu i u izgradnji infrastrukture, i u savršavanju kadrova, i u finansiranju redovnih programa, tako da smo uvek tu da pomognemo maksimalno. A sport a tartomány részéről is igen támogatott. Jövőre az Újvidéki Egyetemváros területén várható az intézet új, több funkciós létesítményének építése is, amely nagyban fogja segíteni az intézet eddigi színvonalas munkáját, jelentette ki a tartományi kormány elnöke Igor Mirović. Obnavljamo i džačko igralište u okviru univerziteta. Postavit ćemo tamo nove reflektore, obnovit ćemo prostor koji koristi fudbalski klub Indeks, već smo postavili tartan stazu, obnovit ćemo i male terene u sklopu kompleksa i onda će kruna celog tog našeg posla biti izgradnja novog objekta u kojem ćemo, verujem, imati i savremeniju opremu nego što danas imamo i danas imamo nešto savremeniju opremu za testiranje sportista nego što smo imali pre 5 ili 10 godina. A kiváló együttműködés, támogatás és köszönet jeléül az intézet több oklevelet is kiosztott. Elismerésben részesült Dáne Basztás, sportért és ifjúságért felelős tartományi titkár, Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke, valamint Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke.